Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, nemzeti forradalma vívmányainak megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja anélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakoznék. Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényesítse alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásában, mint történelme során talán még soha. Magyarország dolgozó milliói, védjétek és erősítsétek forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot. 1956-ban 10 évesek voltunk. És már 5. osztályban Sejérre légipolgáriba jártunk. Mikor megtudtuk a kollégáktól, akiknek otthon volt rádió, óriási örömújongás, Adamkok jelentette. Végre történik valami, nem halunk meg úgy, hogy még háború sincs az életünkben. Petőfi írja. Háború volt mindig éltem legszebb gondolatja. Fokozatosan kialakult bennünk az elkeseredésen túl egy olyan dű, harag, nem tudom, mit lehetne még, hogy fokozni ezt, gyűlölet. És nem csak a szovjetek iránt, hanem az itteni csehszlovák katonák, a csehszlovák hadsereg, a csehszlovák kommunisták iránt, amit nem lehetett legyűrni magunkban. A szlovákiai magyar ember az 1950-es években alapvetően a magyarországi hírközlési eszközökből tájékozódott. A budapesti rádiót hallgatta, nyilvánvalóan nem hallgatott szlovák rádiót, és alapvetően magyarországi újságokat olvasott, hiszen akkor még elég nagy számban átjött a magyarországi sajtó, egy délszlovákiai kisvárosnak a újságos standjain meg lehetett vásárolni a korabeli magyarországi napilapokat, ami aztán 1950 után alapvetően megváltozik. Hallgattuk a Kossuth rádiót, hát abban is a hírek különfélik voltak. Volt, ami hát ugye a régi rendszer támogatta, voltak, akik ugye hát a forradalmat már ugye bíztatták, és hát ugye ismertették. Rátapadtuk a rádióra mindnyájan, és a szlovák gyerekeket azok is tudták nagyjából mi van. Állandóan kérdezték, hogy nem tudtak magyarul, hát mi megterjesztettük a dolgokat, amit tudtunk. A Szabad Magyar Rádió közölte, hogy kell védekezni az orosz tankok ellen. Hallgathattuk Nagy Imrét is, és hallgathattuk Mindszentit, ugye amikor végül is a forradalmárok hozzájutottak ennek az adásnak a lehetőségéhez. Mondta neki nagymama, a képzeld, mit mondott a papjenő? Hogy a gyerekek odabújnak a párkányhoz, és a forradalomról beszélnek. Szóval fogasd be nekik a szájukat, mert egy szó, és mennek a javítóintézetbe. Hogyha azt nézzük, hogy milyen megnyilvánulásai voltak a szlovákiai magyaroknak, akkor azt kell tudnunk, hogy alapvetően ezek kapcsán a csehszlovák állambiztonságnak a jelentésére tudunk támaszkodni. Például Szencről írják a forradalom első napjaiban, hogy esténként elnéptelednek az utcák, mert a magyar lakosság, ami akkor még Szencen jelentős többséget képezett, bennül a lakásokban is hallgatja a rádiót. Somorjáról írják azt,
hogy amikor bemondta a Budapesti Rádió, hogy mindenkit tegye ki az ablakba a rádiókat, mert közérdekű híreket fognak közölni, akkor a somorjai magyarok is kitették az ablakba a rádiót. Zselízről írják azt a jelentések, hogy amikor valamelyik zselízi üzemben a szlovákok panaszkodni kezdtek, hogy a magyarok nem dolgoznak, mert folyamatosan rádió mellett ülnek, akkor azt mondták a magyar munkások, majd hogyha Prágában is hasonló események fognak történni, ti is a rádió mellett fogtok ülni. 56 forradalmi napjaiban gyakorlatilag néhány napon belül teljes cenzúrát vezettek be abban az értelemben, hogy mind a csehszlovákiai központi sajtóba csak központilag ellenőrzött hírek kerülhettek be az úgynevezett ellenforradalomról, és abban az értelemben is, hogy a Magyarországról addig többé-kevésbé beáramló magyarországi sajtótermékek, politikai napilap, mint a Szabad Nép, vagy Élclap, mint a Ludas Matyi, ezeket leállították. Tehát megszűnt az információnak ez a forrása. A rádió hullámokat nehezebb volt megállítani, ezért van különösen nagy szerepe 56-ban a különböző rádióknak. Valamit érzékeltünk, itt-ott lövéseket lehetett hallani, meg figyelmeztettek is bennünket, hogy ne igen menjünk ki a Dunapartra. Ott már régi szokás volt az is, hogy a családok, szétszakított családok, mint telefonnak használták a Dunát. Egyszer csak hallottam egy hangot. Magyarok, testvérek, gyertek segíteni. Mentünk volna, de nem lehetett. Ezt megmondom, nagyon féltünk, mert apró gyerekekkel, meg minden, azt hittük, hogy küszöbben áll a harmadik világháború. Az igazgató helyettesünk egy gazdag munkásmozgalmi háttérrel rendelkező ember volt, aki a Párkányi Csonka híd végéről hangosan beszélővel szózatot intézett a magyarokhoz, hogy fejezzék be, amit elkezdtek. Ez egy szocialista emberekhez nem méltó dolog. Erre a magyar oldalról visszakiabáltak hangos szóval, hogy nem dumálni kell, hanem cselekedni. Mind a prágai, mind a pozsonyi pártvezetésről elmondható, hogy rendkívül gyorsan és határozottan és hatékonyan tudott reagálni az október 23-ai eseményekre. Rögtön a történtek másnapján összeült Prágában is és Pozsonyban is a kommunista párt központi bizottságának az elnöksége. Már az első nap meghozták az első intézkedéseket, többek között a csehszlovák-magyar határ megerősítéséről, a belügyminisztérium fegyveres erőinek a mozgósításáról, a népi milícia mozgósításáról, és az a hatékony ellenkampány megszervezéséről. Meglehetősen köztudott, hogy a szlovák-magyar határon különböző harci egységeket helyeztek készenlétbe, többek között Párkány, Esztergom térségében, de a határ mentén máshol is. A forradalom véget lettek ide lehozva a tankok, és a szigeten is voltak, a Dunaparton is voltak ilyen lövőállások, hogy ha valaki át akarna jönni, vagy valami, szóval védve volt, nagyon védve volt a csehszlovák-magyar határ. Itt több tízezer emberről beszélünk. Karel Kaplan cseh kutató szerint legkevesebb 25 ezer katona vagy fegyveres állt készenlétben ezekben a napokban. Ha beszélnénk 10 évvel én tőlem idősebb emberekkel, akik akkor voltak katonák, rokonságból ismerem és tudom, hogy ruhástól aludt a hadsereg. Olyan készültség volt. Október 1-e után 3 hetire le kellett tennünk a esküt, és megkaptuk a fegyvereket. Le kellett lőnünk, már muszáj volt előtte lelőni, a őrségek előtt, aztán mink jártunk őrségbe, már öreg katonák fölöltözködve ruhástól aludtak, csak a bakancsokot lehetett nekik levetni éjjel. Már készültségben voltak, nagyon meg voltak ijedve a katonatisztek, már ott volt a német határ közel Domažlicehöz, hogy nem avatkozik bele a nyugat a háborúba, mert már Magyarországon ugye akkor a forradalom volt. November első napjaiban elrendelték a tartalékosoknak a behívását a csehszlovák hadsereg Szlovákiában állomásozó alakulataihoz, és a tudomásom szerint 14 ezer tartalékosnak a behívására került sor. Most mindennek az érdekessége az, hogy csak is cseh és szlovák nemzetiségű tartalékosokat hívtak be, sem magyarokat, sem lengyeleket nem. Tehát ez jelzi azt, hogy ugye mennyire nem bízott, megbízhatatlannak tartotta a csehszlovák vezetés az ország magyar és lengyel lakosságát. Akkor nap mint a nap, hogy ment a buzeráció, ment a
este Csepo-Bityé, hát nagyobb része, 70%-a szerintem magyar volt a újoncoknak, hát állandóan készülik, és mindenféle irreden tanulva, tehát amit tudtunk, azt énekeltünk. Utána aztán jött az akció, hogy szétosztottak bennünket három csoportra. És egy maradt helybe, egy csoport ment Zgyicére, és egy csoport ment Rokicaniba. Szerintem azért osztottak én, mert sok volt a magyar újoncoknak a 70-80%-a magyar volt. És hát úgy, hogy ennyi magyart egy rakáson nem szerettek abban az időben. Október 26-án, tehát három nappal a forradalom kitörését követően hozott egy olyan határozatot is Prága, hogy felajánlják a szovjet vezetésnek a segítségüket úgynevezett önkéntes egységek formájában. És erre a legmegfelelőbbnek pontosan a szlovákiai magyarokból toborzott egységeket látják, hiszen ismerik a terepet, beszélik a nyelvet, úgy gondolják, hogy ők lennének alkalmasak. Nem Csehszlovákia múlott, hogy végül is ez egy hamvába holt terv maradt, hiszen a Szovjetunió nem tartott igényt ilyen segítségre. A Szovjetuniónak megvolt a saját forgatókönyve, ami alapján ő ezt a kérdést rendezni kívánta. Több mint 20 000 kézi fegyverrel erősítette meg az államvédelmi hatóság egyes szerveit Szlovákiába, és ehhez járul több mint 30 millió éles lőszer. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy amennyiben a helyzet úgy adódott volna, akkor a csehszlovák államvédelem, illetve a honvédség képes lett volna, illetve hajlandó lett volna saját állampolgárai ellen is fegyveres közbenlépésre. Egy-két nap múlva már lehetett látni, hogy zűrzavaros volt a helyzet, kapkodás volt, meg ugye olyan bizonytalanság volt. Ugye a Medvéhíd lett volna a legveszélyesebb, mert Komáromtól Pozsonyig nem volt más híd, tehát ez az egy híd lett volna, amin ugye esetleg közlekednek a népek, hogy hát ne terjedjen át ide. Meg megnyugtatták egy kicsikét, megnyugtatták a népeket is, hogy hát ugye maradjon mindenki otthon, ne gyülekezzenek, meg ez, meg az. Félt mindenki. Annak számos oka van, hogy Csehszlovákiában miért nem alakult ki hasonló a rendszerváltó hangulat 1956-ban, mint Magyarországon vagy Lengyelországban. Tehát egyrészt Csehszlovákiáról elmondható, hogy a szovjet blokk legstabilabb állama volt ebben az időben, gazdasági téren is sokkal magasabb volt az életszínvonal, mint a többi kelet-európai országban. Hagyományosan kisebb volt a szovjet, illetve orosz ellenesség a cseh és a szlovák lakosság körében, mint Lengyelországon és Magyarországon. Láttuk, hogy milyen szegénység van ott Magyarországon 54-ben és hát 56-ban, ugye talán ez a szegénység, ez hogy hívják út, aki váltotta ki ezt a úgynevezett forradalmat Magyarországon. Össze se lehetett hasonlítani az ottani helyzetet a ittenivel. Csehszlovákiában viszont alapvetően jobb volt a helyzet. Több olyan intézkedést hajtott végre az 1956-ot megelőző években, aminek következtében növekedtek a bérek. Pedig jó volt a kommunizmus, nem volt, nem mindenkinek, de szegény embereknek nekünk jó volt. Csehszlovákia győztesen került ki a II. Világháborúból. A szovjet hadseregben alapvetően a csehszlovák lakosság tényleg felszabadítót látott. Abban, hogy a németeket kitelepítették, és a magyar ellenes intézkedéseket is érvényesíthették, tulajdonképpen a szovjetekben szövetséges látott. És ezért is volt tulajdonképpen egyfajta ilyen hála iránt a szövetek iránt. Tehát ez is közrejátszott abban, hogy a csehszlovák lakosság jobban elfogadta ezt a rendszert. Tudni kell azt, hogy ez az ősz egy nagyon effektív lehetőséget nyújthatott volna Szlovákiában és egy tömeges megmozdulásra. Október 28-át a Csehszlovák Köztársaság megalakulása dátumaként ünnepelt. Aztán itt volt a Minden Szentek, illetve a Halottak napja, illetve november 7-e is. Tehát ezek mind olyan társadalmi események voltak, amelyeken belül az állambiztonság veszélyforrást látott egy esetleges ellenzéki vagy tömeges megmozdulásra. A magyar lakosság a saját sorsának a változását is remélte a magyar forradalom esetleges győzelmétől. Tehát nagyon sokan például akár az elkobzott vagyonuk visszaadását,
vagy a Magyarországra kitelepített magyaroknak a hazatérésének a lehetőségét, a magyar lakta területekre betelepült szlovákok távozását várták a szlovákoktól, és állítólag több helyen ilyen fenyegetőleg is léptek fel a helyi szlováksággal szemben. A házi bácsi, aki a szomszédunk volt, hát az egy elég nagy gazda volt, 70-80 volt, hölgye volt, de egy nagyon jó gazdaságot vezetett, és hát azoktól is elvettek mindent. És akkor azt mondja nekem, hogy na meglátja, Gitka, holnap reggelre itt lesznek amerikai katonák. Na hát nem amerikai katonák jöttek, hanem másnap reggelre, már ugye ez egy hét múlva történt, már fegyverropogást lehetett hallani a rádióban. A szövetkezeti munkások megtagadták a munkát, nem fejték meg a tehenet. Már arról beszéltek, hogy kiveszik a szövetkezetből a földjüket, felszántják a sajátokat, és saját maguk fognak gazdalkodni rajta. Mert hát ez volt az egyik legnagyobb sérelme a Dél-Szlovákiának. A kollektivizálás, az, hogy elvették a földjeiket. Kissé naívan azt hittük, hogy ez a forradalom azzal is jár, hogy mi nem leszünk csehszlovákiai magyarok, nem leszünk erdélyi magyarok, vagy éppen romániai magyarok, hanem mi egyszerűen magyarok leszünk. Magyar állampolgárok, magyarok. Nagyon gyakran felbukkanó mozzanat ezekben a jelentésekben az, hogy Dél-Szlovákiában megerősödött valamiféle irredentizmus, hogy a szlovákiai magyarok azt remélték, hogy ismét visszacsatolják őket Magyarországhoz. Valószínű, hogy ez az érzés, noha nem zárjuk ki, hogy egy-két helyen tényleg felbukkant, nem lehetett erős. Tudnunk kell azt, hogy alig pár évvel vagyunk a második világháború befejezése után. Egy olyan világháború befejezése után, amely magyarok számára megint egy vesztes háború volt, amely háború után Csehszlovákiában a magyarokat kollektív bűnössé nyilvánították, és megkezdődött tulajdonképpen egyfajta etnikai tisztogatás Csehszlovákiában, ami végül is nem volt sikeres, hiszen megmaradhatott a magyar lakosság, de az, ami 1945 és 1948 között történik vele, a lakosságcsere, a deportálások, a deszlovakizáció, és minden egyéb más intézkedés, az akárhogy is vesszük, az megfélemlítő hatású volt. A szlovákok részéről talán még nagyobb volt a félelem, mert azt gondolták, hogy ezt a területet a magyarok visszacsatolják a Magyarországhoz. A szlovák kormány proaktív módon, tehát nagyon is befolyásolni kívánta az eseményeket. Ennek volt néhány bonyolult és néhány nagyon egyszerű lehetősége. Az egyik legegyszerűbb a rémhírterjesztés volt. Ennek van idegen szóval is szakkifejezése, ez az úgynevezett dezinformációs kampány, vagyis a csehszlovákiai lakosság körében, de elsősorban Szlovákiában elterjesztették, hogy ami Magyarországon történik, az nem más, mint a hortista, fasiszta, klérikus ellenreakció visszatérése, hogy az 56-os forradalom célja az, hogy Magyarországhoz csatolják újra Szlovákiát, hogy azoktól, akik földet kaptak, azoktól elveszik a földeket, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon tudatosan és nagyon elszánt módon rémhíreket terjesztettek. A cseh és a szlovák sajtóban nagyszámban jelentek meg olyan írások, amelyek arról szóltak, hogy a magyar forradalom győzelme, hát ahogy ők nevezték, hogy az ellenforradalom győzelme a magyar revíziós törekvések feléledését is fogja jelenteni, és hát a forradalomárok célja nem más, mint a Szlovákiát és Erdélyt is magában foglaló, úgymond a nagy Magyarországnak a felélesztése. Egyrészt a csehszlovák partnerségi vezetés a szlovákiai magyarokban egyfajta veszélyforrás látott, hiszen potenciálisan épp Dél-Szlovákiában terjedhetett át a magyarországi forradalom. Másrészt azonban látta a partnerségi vezetés azt is, hogy a szlovákiai magyarokat felhasználhatja a saját céljaira. Az új szó tevékenyen kivette a részét a magyarországi forradalommal szembeni ellenkampányban, ellenpropagandában, többek között azzal, hogy a forradalom napjaiban és a forradalmat követően is néhány hétig a lapnak kétfajta változatát jelentették meg. Egyrészt megjelent a hagyományos új szó, a hagyományos számai, amelyeket ugye a szlovákiai magyar lakossága számára adtak ki, de emellett október 28-ától kezdődően egészen december 2-ig összesen 25 darab magyarországi terjesztésre szánt lapszáma jelent meg az új szónak. Ezek általában ilyen röplapszerű, kétoldalas, esetenként egy vagy négy oldalas, de többségében kétoldalas
lapok voltak, amelyek lényegében valamiféle válogatást tartalmaztak az új szó szlovákiai terjesztésre szánt számaiból. Illegális úton hordták át ezeket a számokat Magyarországra, megbízható pártemberek közreműködésével. 56 kapcsán történt egyfajta elmozdulás az állambiztonság úgymond nemzetiségi politikájában, hiszen eddig az 56-os forradalom még a belügyminisztérium nagyon bizalmatlanul tekintett a szlovákiai magyarság felé, tehát ez a bizalmatlanság 56 után sem változott meg, de ugyanakkor rájött arra, hogy az operatív tevékenység során az adott térség nyelvét, tehát kisebbségi nyelvét bíró munkatársakra van szüksége. Éppen ezért csaknem 300-nyi szlovákiai magyart épített be az állambiztonság saját hálózatán keresztül az egész rendszerbe. Tudjuk például, hogy Miskolc térségeibe Kassáról naponta akár több tucat szlovákia magyar kommunistát is átvittek, akik segítettek ott újra szervezni a pártot. A Bekpali bácsi, akkori MNV elnök, ugye már ma primátornak neveznénk, összehívta osztályfőnököket a kis terembe, ahol elmesélte az ő szemszegéből, mi történik Magyarországon, és kiosztotta az osztályfőnököknek pisztolyokat, talán ő se tudta, hogy miért. Nagyon fáradt volt, mert egész éjjel, hogy ő dolgozott, hordta át határon a kommunistákat, a ávósokat, elhelyezve, elszállásolva, a Darányi félre kis kastélyba volt, vadászkastélya volt a Darányinak, Újfalun. Ugye ki voltunk küldve Medvéhíthoz, a Magyarország és Csehszlovákia között lévő híthoz, mert ez volt legközelebb ugye Győrhöz is. Tudomást szereztünk róla, hogy a funkciósoknak a feleségeik jöttek át, és ők ugye informáltak bennünket, hogy hát milyen veszély van ugye Magyarországon. Úgyhogy nagy volt a félelem. Csehszlovák és szlovák állam, illetve a pártszervek november 1-én több mint 1600 férőhelyet készítettek elő Szlovákiában, tehát csak Szlovákiában, ezeknek a menekülteknek a befogadására. Pozsony tele volt menekült kommunistákkal, este kimentünk, csak magyarul beszélt mindenki. Ilyen volt Dudás István százados, a mosonmagyaróvári sortúz egyik főfelelőse, de például Kósa István is volt pénzügyminiszter, aki átmenetileg rövid ideig Pozsonyban tartózkodott. Állítható, hogy a szlovákiai magyarok jelentős része szimpatizált a Magyarország 56-tal. Egy elég jelentős része szerette is volna megmutatni ezt a szimpátiáját, és ez a szándék, ez a vágy, a magyarokkal való együttérzés vágya egy sor embert arra ösztökélt, hogy például a magyar himnuszt elénekelje. Hosszú idő után először, akár Szencen, akár Ipolyságon megkoszorúzzák a II. Világháborús magyar hősi halottak sírját, és ami nagyon fontos, több helyen pedig eléneklik a nemzeti himnuszt. Nem lehetett egyszerű, nagyjából 10 évvel a II. Világháború után nyilvános helyeken vállalni a magyarságukat. És ez önmagában nagyon nagy szó, hogy kocsmákban, templomokban, temetőkben, időnként munkahelyeken a magyar himnuszt elénekelték. Akár Gömörben, akár a Csalló közben, vagy nagyon ismert az az eset, amikor a Zoborai Kolonban, a kocsmában énekli egy baráti társaság el a himnuszt, amelynek természetesen akkor aztán majd jogi következménye lesznek, hiszen őket perbe fogják és elítélik. Tehát ezek a mozzanatok is jelzik azt, hogy az itteni emberek többsége rokonszenvezett az eseményekkel, nyíltan azonban nem állhatott ki mellette, hanem megpróbálta valami formában kifejezni az érzését. Bátor barátom, aki már sajnos nincs köztünk, Szabó Laci,
fölkért, hogy írjak egy verset a 56-os forradalomról. S ha úgy hozzá a sors, és szükségesnek lássuk, akkor elszavalja. És így született meg a Mit remél a magyar nemzet című versem, amelyet az egész iskola előtt, az egyik nagy szünetbe elszabadta barátom a László. Mit remél a magyar nemzet? Miért tűr és miért szenved? Miért járkál csukott szemmel? Karöltve az ellenséggel. Kiben bíztok gyászmagyarok? Mit akartok? Kire vártok? Hőseinket elfeledni? Magyarságot eltemetni? Ne bízz sorsod más vállára, ne jár sötét éjszakában. Keresd a fény hasadását, saját sorsod javulását. Történeti kutatás számos kisebb, nagyobb eseményt megörökített és utólag föltárt. Olyan eseményeket, amelyek 1956 őszén, általában október végén, de jellemzően inkább novemberben zajlottak. Ezek közé tartozik mondjuk a kassai megmozdulás, a kassai egyetemistáknak a bátor kiállása a magyar forradalom mellett. Ezek közé az események közé tartoznak temetőben való megemlékezések, koszorú elhelyezés, mondjuk Ipolyságon vagy Léván. Ezek közé tartoznak középiskolás diákoknak a magyar forradalom melletti szimpátia megmozdulása, vagy az osztályteremben, vagy azon kívül például Párkányban, és egyébként Esztergomban is. November 4-e után volt valakinek az ötlete, hogy tegyünk föl együttérzésből a levert forradalom iránt egy fekete szalagot a kabátunk hajtókájára. Ezt meg is csináltuk. Egyik osztálytársunk fogta magát, kiment a városba, megvette a fekete szalagokat, behozta, és a következő szünetben már föl is raktuk. Különösen érdekes volt az a momentum, amikor 1956. október 27-én a pedagógiai gimnázium 3. A és B osztályos tanulói kitűzték a fekete szalagot. Az iskola és a pártszervek által szervezett központi megmozduláskor, tüntetéskor az októberi szocialista forradalom megemlékezésén tűzték ki. Ezt megelőzően is már tüntettek, akkor még csak bent az iskolában, és azt is észrevették. Magyar Pedagógiai Gimnázium tanulója voltam, 4. évfolyamba jártam. Vonatba találkoztam egyetemistákkal. Egyik ismerős egyetemistának ki volt tűzve a fekete szallag, és megkérdeztem tőle, hogy ki gyászolsz? És azt mondja, hogy hát a magyar fő egyetemistákat, akik elestek a szabadságharcba. Orsolyáknál laktunk, és a fiúknak mondom, hogy mi történt a vonatban, kivel találkoztam, és másnap reggel rögtön elfutott egyik osztálytársam az üzletbe, és megvette a fekete szalagot. A fiúk jöttek ezzel a gondolattal, hogy kitesszük a fekete szalagot, hogy gyászoljuk ezeket a magyar testvéreinket, akik már az életüket kockáztatták és adták a forradalomért, és akkor aztán mindenki kitette magának a kabátjára ezt a fekete gyászszallagot tulajdonképpen. És akkor azt hordtuk aztán. A forradalommal szembeni ellenkampány részét képezték azok a hűségnyilatkozatok, amelyeket a prágai pártközpontnak az utasítására fogadtattak el különböző munkaközösségekkel egészen a szövetkezetektől kezdve a akadémia legfelsőbb szintjéig.
minket kimondottan készények elé állítottak olyan formán, hogy egész egyszerűen jöttek a tanárok, hogy hozzánk is az osztályba, hogy jöjjünk fel ugye a díszterembe, ugye aulába, és nem mondták előre a tanárok, hogy mi fog történni, feltételezem, ők sem tudták pontosan, de fognak vagy akarnak velünk beszélni bizonyos, ugye akkor elvtársaknak minősülő emberek. Feljöttünk, és pár perc múlva jött a akkori igazgató, Horváth tanár úr, illetve igazgató úr, számunkra ismeretlen emberekkel. Utólag ugye megtudtuk, hogy a járási pártbizottság, kommunista pártbizottság tagja, illetve képviselője volt az az illető, aki aztán végül is előadta a mondandójukat. Mi a Komárnai Magyar Pedagógiai Iskola pedagógusai és tanulói szilárdan állunk pártunk és kormányunk mellett. Élesen elítéljük a magyarországi véres eseményeket, amit az ellenforradalmi elemek idéztek elő azzal a céllal, hogy megdöntsék a munkásosztály hatalmát és megbontsák népeink barátságát. Meg vagyunk győződve arról, hogy Magyarország dolgozó népe halálos csapást mér a hazai és nemzetközi reakcióra, és a párt és a kormány köré tömörülve megvédi a népi demokrácia vívmányait. Mi is ígérjük, hogy járásunkban és városunkban a felforgató reakciós tevékenység bármilyen próbálkozását csirájában leleplezzük és zsárban. Mikor 54-ben felkerültünk Pozsonyba, főiskolákra, egyetemekre, akkor hoztuk magunkkal azt a forradalmi szellemiséget, amit Komáromban magunkba szívtunk. Nekem volt lakásom, mert én nősültem meg legelőször. Ezen a hely volt, ahol össze szoktunk járni. És hát annyi eszünk már volt, hogy tudtuk, hogy ezt a magyarok egyedül nem tudják végigharcolni. Úgy rémelik nekem, hogy pontosan Nagy János, a szobrász tette a javaslatot, hogy ezek halálosan komoly dolgok, nekünk ott kell személyesen lennünk, nekünk ott kell lennünk a harcoló egyetemisták között. Erre mindenkiben megdermedt egy kicsit a vér, halálos csend lett. Úgy éreztük, de én legalábbis úgy éreztem, hogy ez nekem már a felesett réfat, itt élethalál kérdésű van szó, csak ugyan valamiképpen a történelem közelébe értünk. Egyik barátunk, osztálytársunk, Gömöri volt, ő úgy hoz fegyvereket, és megyünk. És így jött aztán az ötlettel Magottó egyrészt, másrészt Vacskai Béla, a szintén medvesai származású, későbbi festő, hogy ott viszont Tajti és a magyar oldalon Cered között a határ van is, meg nincs is. A két falu szinte összeér, és ott átmenni a határon nem jelent olyan nagy problémát. Józsi úgy döntött, hogy holnap mindenki fegyverbe. Hát, ki mit tudott, kinek milyen pisztolya, dobókája, paritjája volt, úgy jött iskolába. A népi milíciának, mikor tagja lettem, hát érdekes feladatokat kellett ellátni. Lényegében a kommunista pártnak egy ilyen fölfegyverzett alakulata voltunk, amit bizonyos esetekben a párt föl akart használni. A mi időnkben ilyen táskákkal jártunk iskolába, és azon a napon így voltunk főszerelve. Én részemről elsőnek itt van a dobóka. Szeretett fegyverem volt, mert 20 méterről akármikor Winklibe a fapalánkba megállítottam. Ezen van egy beírás is,
hogy 1956 KL. A másik hangszer itten a paritja, ami minden fiú számára ismeretes, de ezen kívül én nekem volt egy nagyon jó fegyverem, pisztoly volt, megszerkesztve, gumival fölhúzhatós, és riasztó és maruláskotöltént el tudott sütni. De akkor az én időmben ilyesmire, semmire nem került, fegyveres beavatkozásba nem került sor. Ez is 1956. októberig. Kiadták a parancsot fölvenni az egyenruhát, az különben csak egy egyszerű kék munkásruha volt, kivételezni a raktárból a géppisztolyt, két tartalék tárat hozzá, és egy különleges feladatokat fogunk ellátni. A kollégáink megtudták, hogy Esztergomban fognak bennünket vinni motorcsónakokkal, és ott egy bizonyos feladatokat kell majd ellátnunk. Elszabadulása után körülbelül a harmadik, negyedik napjára két fiatalember megjelent, kihívatott az osztályból, akkor azt fölkértek, hogy menjek velük, majd elmentünk. Egy folyosó részen beballagtam egy épületbe, az egy kis terem volt, ahol egy asztal és két szék volt, és aztán kezdődött a kihallgatás. Kocsis Győző. Ugye? Igen, én vagyok. Milyen céllal írta ezt a verset? Ki utasította erre? Melyik tanárnak volt ez az ötlete? Senki nem utasított. Ne hazudjon. Ez az igazság, kérem. Saját magam írtam az egészen. Saját ötlet volt. Valóban? Akkor árulj el már nekem, hogy mi ez az ellenség itt a versben? Benne van, ugye? Konkrétan kire gondolt? Milyen ellenségre gondolt? Aki a magyarnak az ellensége. Arra gondoltam. Ja, hogy a magyarnak az ellensége. Értem. Ide figyeljen. Ne legyen többé ellenség. Jó? Értjük egymást? Azt meg végképp nem szeretném, hogy itt a sorok között üzengessenek. Érte vagyok? Igen? Nagyon sokba fog ez kerülni maguknak. Megértett, amit mondtam? Nagyon sokba. Kedves elvtársak, diákok, kérem, kézfeltartással szavazzuk meg a nyilatkozatot. Na és itt érte őket a meglepetés, tudnélik, egyetlen diák sem tette fel a kezét, senki nem szavazott. Az elvtárs, ugye, aki itt volt, azt hitte, hogy valami félreértés van, megpróbált bennünket még egyszer felszólítani. Ugyanúgy nem szavaztuk meg. Na és akkor itt egy ilyen patthelyzet alakult ki. Mondták, hogy jó, akkor menjünk az osztályokba vissza. Ők is elvonultak a tantestület tagjaival, illetve az igazgatóval. Mi azt hittük, hogy ezzel vége. Az első padban lévő diákot megszólították, hogy mit jelent a fekete szalag. Természetesen, hogy meglepődött, és ilyen választ adott, hogy magyarországi rokonaim vannak, Magyarországon forradalom van, utcai csaták folynak,
Hát ez végett. Kérdés, és tudod, hogy meghalt? Hát azt nem tudom, de azt mondja, ott vannak. És így mentek tovább. És mindenki ezt a választ adta, hogy magyarországi rokonaim vannak. Belátták, hogy itt nem érnek célt ezzel. Gyorsan híre terjedt az iskolában, és nem maradt megtorlás nélkül, mert Vajda tanárelvtárs abban a pillanatban lecsapott ránk. Kemény vonalú, vonalas kommunista volt, szórta felénk a szitkokat, nem fognak érettségizni. Hát persze, hogy megijedtünk, mint érettségiző osztály. Kijelentettem, hogy én ebbe az akcióba ilyen formában nem veszek részt. Én Esztergomban nem megyek, senki ellen fegyverrel harcolni, mit keresnék én ott? Közben a kollégáim közül is többen kiálltak mellettem, azt mondták, hogy ha Kovács okosabb, ha több esze van, mint nekünk, ha ő nem vesz ebben részt, akkor nem vegyünk mi se. Vége az lett az egésznek, hogy az alakulat nem ment át. Hogy milyen feladatot kellett volna ottan teljesíteni, azt sose tudtuk meg. De hát aztán sajnos átváltott a rádió is, mikor reggel meghallottuk, hogy Nagy Imre beszól, hogy segítsetek, segítsetek, a ország fegyverbe áll, és akkor már a tankok dübörögtek, és mi meg sírtunk. Attól kezdve már teljesen reménytelen volt a forradalom kimenetele, sorsa, úgyhogy a mi menetelünk is, kútba esett. Még mi így okoskodtunk és tervezgettünk, készülöttünk. Oroszok nagyon gyorsan véget vetettek a forradalomnak. És aztán már van erősen őriztek mindent, hogy nem lehetett átmenni. Király fogja kiállni. És kirakottunk a táskámból. Már úgy mondják rá, hogy arzenál, de a szerény mi fölfegyverkezésünkre azt mondta, mit akartok engem becsukatni? Elszedték, és aztán meglettünk mártva egy kicsit. Szóval kiviszem a királyfolyakat egy sétára. Ő úgy szokta, ha valaki rossz volt, kiviszem sétára. És megjöttünk vissza, és akkor azt mondta, hogy nézd, megcsípte őt a szúnyog. Mert olyan ütés volt, hogy azt ott biztos megemlégetted. Másnap jöttek értem, és vittek el autóval. Tehát éreztem, hogy tulajdonképpen valaki elmondhatta, hogy ki volt az, aki elindította az egész esetet. Rendőrségre vittek, és ott vallattak. Középre ültettek, körbeültek öten, és akkor kezdték adni egyszerre kérdéseket. Hát én azt mondtam, hogy egyszerre csak egy kérdezzen, mert én nem tudok válaszolni öt kérdésre rögtön. Na és ez így folyt, nem is egyszer, utána visszaengedtek, majd másnap megint csak vittek, és megint kezdtek vallatni. November 4-éig körülbelül 600 személy ellen indult bűnvádi eljárás Csehszlovákiában a forradalom alatti nagy többségében a kijelentései miatt. Március 15-én találkoztunk ott a Bedővi szobornál, akkor is nálam volt a vers. Nem tagadom, olyan hátsó gondolata, hogyha esetleg sor kerülne rám, valaki felolvasná, vagy
akár én magam, de hál' Istennek erre nem került sor. Megjelent egy titkos rendőr a éppen folyó szemináriumon, a főiskolánkon, és Turcell Lajos tartotta éppen a szemináriumot, az ismert irodalomtörténész. Valamit ott egy bőrkabátos fickó suttogott neki, és Turcell tanár úr intett nekem, hogy menjek ki a folyosóra. Kihallgattak, több óráig tartott a kihallgatás, a főbűnömül pontosan azt rúgták fel, hogy én terjesztettem Babos Lászlónak ezt a bizonyos versét, forradalmi versét, vagy ellenforradalmi versét, ahogy ők mondták. Másrészt pedig, hogy március 15-i ünnepséget mink szerveztük meg néhányan. Na, utoljára kérdezem, mi az a munk? Mi volt az a cirkusz ott kint? A Petőfi szobornál mi volt az? Megemlékezés a szabadságharc évfordulóján. Szabadságharc, mi? Márciusban újra kezdjük, ha? Tudjuk mi az, hogy bók, hogy márciusban újra kezdjük, és maguk újra akarták kezdeni itt Pozsonyban, március 15-én a budapesti ellenforradalmat. Hát ebből semmi sem volt igaz, persze, de ahhoz elégséges volt, hogy engem fangassanak, nyaggassanak, gyötörjenek. Olyan 3-4 centis rés maradt a helyiség és a folyosó között, és akkor hallottam, hogy az egyik azt mondta, hát már csak a bányász fiát nem hurcolhassuk meg, a bányász fiát nem csukhassuk be, el kell engednünk. Én nekem ebből persze lettek problémáim, féltem attól, hogy leváltanak a munkahelyemről, már akkor mind könyvelő voltam a gépállomáson, de a munkatársaimnak a követelésére meghattak az eredeti munkabeosztásomba, figyelembe vették azt is, hogy mint nyilasok által Németországban elhurcolt gyerek voltam, hogy a németek megölték az édesapámot. A következménye a számomra minden esetre az lett, hogy másnap kizártak a népi milíciából, egy hét múlva kizártak a kommunista pártból, és egy hónap múlva megvorták a tartalékos hadnagyi rangomat. Úgyhogy tartalékos híradós hadnagyból lett belőle a gyalogos közlegény. Az vagyok a mai napig. Az volt az igazgató, iskola igazgatónak a kérése és kívánsága, hogy a tanári kar hagyja jóvá azt, hogy kicsapjanak iskolából. Ez nem történt meg, de megtörtént az, hogy a büntetést nem lehetett elkerülni, így osztályt kellett ismétlenem azért, amiért megírtam a verset. A Lacinak pedig azért, mert elszavalta a versemet. Tehát mind a ketten osztályismétlő voltunk, hogy elkerüljem a rosszat. Olyan tanácsot kaptam az iskolába, a tanári kartól, ez már csak olyan titokba, hogy álljok be a pártba, és a barátaimmal, akik szenvedő alanyként voltunk, a versvéget megalakítottuk, a kommunista pártot, és ifjúsági kommunista pártot, és ennél fogva minden nemi ostorcsapástól mentve voltam én is. Bekerült ez a úgymond engedetlenség vagy tiltakozás különböző módon a továbbtanulók számára az úgynevezett kádervéleménybe, ami akkor kötelező volt. Külön problémát jelentett azok számára, akik pedagógus pályára készültek, többünket nem vettek fel az egyetemre rögtön, volt, aki egy-két évet késett a felvételével, illetve később került be. Személy szerint én nekem is fellebbezni kellett. Utána, mivel ifjú szíveknek tagja voltam táncsoportban, akkor megtudták, és eljöttek utánom, és akkor elmentünk együtt a
valami pártfunkcionárius, vagy ilyesmi, én már nem emlékszek, Bacileknek tudom, hogy úgy hívták őt, és azzal jött, vittek oda engem, hogy ilyesmiért kidobtak az iskolából, vagy ezért valamit segítsen. Hát több mi valószínű, hogy segíthetett. A tanárok sok esetben olyan helyzetbe kerültek, hogy azon kívül zaklatták őket, elsősorban Gáspár tanár urat, hogy rendszeresen behívták őt a későbbiekben is, a titkos rendőrség, vagy különböző más ilyen szervek, soha nem tudta, hogy mikor fog esetleg tartósabb ideig ott maradni, vagy hosszabb ideig ott tartózkodni. Tehát voltak ilyen zaklatások, de voltak olyan tanárok is, akik tulajdonképpen hosszabb, rövidebb ideig nem tanítottak a komáromi gimnáziumba, elhelyezték őket. Jöttek ugye magaviseletből a rossz jegyek, és nálunk ugye ez nagyon veszélyes volt, mivel mindenki kapott stipendiumot, mert a hármasoktól kezdve már aztán most stipendium nem lesz. És egyik osztálytársam, szegény Vörös Jenő, aki tavaly halt meg, voltam a temetési, azt mondta, hogy ő sajnos nem folytathatja a tanulást, mert ő neki van egy özvegy édesanyja, az édesapja a háborúban meghalt, és nem is dolgozik sehol, mert hát akkor nem is volt semmilyen munkalehetőség, és ő... Őt az édesanyja nem tudja ezzel támogatni egyáltalán. Aztán az osztály úgy döntött, hogy fizetjük majd közösen Vörös Jenőnek a stipendiumot. A Juhász Laci osztálytársamot keresték föl, és nála tartottak házkutatást. Természetesen, hogy eredmény nélkül, így aztán neki sem történt különösebb hátránya ebből a dologból, ha csak az nem, hogy nem került be a főiskolára. Mi szerencsésen 57-ben aztán leérettségiztünk. Köszönhetjük ezt talán a Bencsik tanár úrnak is, hát igazgató úrnak is, a többi tanárnak is, akik hát így kiálltak mellettünk a Vajda tanártársa szemben. Hát, mikor hazaérkeztünk a mamival, az édesapám a bejárati ajtóba állt, és akkor meglátott, leemelte a micit, és azt mondta, Isten hozott Sándor. Úgy visszafordultam, mert csak az anyámmal jöttem. Ki jött utánunk, aki Sándor. És akkor visszanéztem, és akkor annyit mondtam az apámnak, milyen Sándor. Hát a Petőfi Sándor, te gyerek, hát te nem tudod, hogy milyen következménye lehetett volna ennek. Olyan érzés volt a második világháború után, hogy tulajdonképpen megfosztottak bennünket a magyarságunktól. Több olyan beszélgetés lejegyzett az állambiztonság, amely magyarok arról beszélgetnek egymás között, hiszen lehallgatták ezeket a beszélgetéseket, felbontották a leveleket, hogy ismét van mire büszkének lenni a magyaroknak, hiszen a maroknyi magyarság szembe tud szállni a világ legerősebb szárazföldi hatalmával, és bebizonyítja, hogy egy szabadság szerető nép. Megrendítő így visszanézni 60 év után, hogy megmertük ezt csinálni. Nyilván fiatalok voltunk, hát lehet, hogy talán naivitás is volt bennünk, de lelkesedés is. Őszinte lelkesedés, valami új eszme iránt. De miután ugye vége lett ennek az akciónak, miután az oroszok leverték, és hát elkezdték összefognosni az embereket, meg a sortüzek, ez mind utána volt, és hát ezeket figyeltük, és hát mindenki rákérdezett ezekre a dolgokra. És hát szörnyű volt, hogy diáktársainkat, fiatalokat ugye akasztanak, börtönöztek, meg kihallgattak, ütnek, vernek. És akkor volt ilyen mondásom, hogy aki kommunista 56 után, az nem ember. Amit vártunk, amiben reménykedtünk,
Az egyszerre szertefoszlott az egész. Tankok elgyúrták a dolgokat, a reményeinket. És akkor már tudtuk, hogy ebbe bele kell nyugodni, és a jó Isten látja csak a végét neki, hogy mikor lesz ennek vége. Akkor még nem gondoltuk, hogy majd egyszer minden puskalövés nélkül lesz vége. A évek elfutottak, de érzés megmaradt. Azóta is a múltra gondolva, a jövőt építve, ami bővült az emberből, ha tollat fog, kifelé kívánkozik, teszem a dolgomat. Bízom, hogy ezzel is teszek azért, hogy megmaradjunk. 20 év körüliek voltunk, ez a legfogékonyabb kor az ember életében, és minket ez valahogy döntően meghatározott egész életünkre. Én tulajdonképpen 56-ot úgy értékeltem, hogy én az 56-osként, de nem születésem folytán, hanem ez volt számomra az 1956-os forradalom, az az esemény, az a mérföldkő, amihez igazodtam. Villamos vágtat, mintha vad futna. Megadón fekszik a Láz utca. Szerelmét adja a lánya legénynek, adom magam vad tülekedésnek. Állandósul a robaj a vérben. Férfikort kongat 22 éven. 22 éve adom a hőst itt. Játszok a sorssal szembe köpősdit. Élek, csavargok. Vagyok, mert lettem. Mind dér az ágon. Megkérdezetlen. Indultam, mint más, virágembernek. Tövis lettem, mert fagyok neveltek. Szúrok, ha szúrnak, rúgok, ha rúgnak. Nem hajlok se új, se régi úrnak. Csak a nád hajlik. Törik a férfi. Nem tört derékkal próbáljak élni. '57 elején indult, aztán már teljes gőzelbe a Csemadó központi lapja, képes heti lapja, a Hét. 58 őszén indult az Irodalmi Szemle. A szlovákiai magyar irodalom tulajdonképpen ott kezdődik. 56 nélkül ezek a úgymond vívmányok nem születtek volna meg. Talán így nemzetnek se jó. Olyan jó lenni, mint magyarnak. Hogy miért? Azért, mert a magyarnak lesz, volt, jelenleg van, és még élni fog, lesz mire emlékezni. Teljes mértékben azonosultak azzal, hogy újra jó magyarnak lenni. És ez nagy-nagy örömet, nagy-nagy büszkeséget jelentett számukra. Én szerintem nem csak a nagypolitikát változtatta meg 56, és a magyarok iránt való szimpátiáját keltette föl a világnak, hanem az egyénes emberi sorsok szintjén is ezek az emberek újra megbizonyosodtak arról, hogy jó magyarnak lenni és lehet magyarnak lenni. És ez egy nagyon érdekes üzenete a történelemnek, hogy vannak pillanatok, amikor egy nép sorsával tudunk azonosulni, és jó, hogy azonosulunk vele, még akkor is, hogyha előtte és utána esetleg máshogyan éreztünk, hogyha a közhangulat más volt, de ez a szívekben, lelkekben elraktározódik.